A szerbek. Ő volt a banda vezér. Az amúgy is késve indult meccs a fekete embernek elkeresztelt tetovált szerb férfi és társai miatt szakadt félbe már a 6. percben. Törtek, zúztak, petárdákat, égő fáklyákat dobáltak a gyepre, albán zászlót égettek. Mindezt a zsúfolásig telt stadionban, ahova a szülők a gyerekeiket is elvitték. Sokkal jobban kellene ellenőrizni a stadion területére lépő embereket, úgy, mint ahogy azt a britek teszik. Ott megoldották ezt, mondja Giuseppe, a genovai üzletember. Az olasz biztonsági szolgálat azt mondta, nem tudták, hogy ennyire agresszív szurkolói csoport érkezik, ezért nem készültek fel. A lefújt meccs csak olaj volt a tűzre. A lezárt stadion valóságos háborús övezetté változott. Nagyon szomorú vagyok a történtek miatt. Szerintem ez az egész vasárnapi belgrádi melegfelvonulás negatív hangulata egyszerűen átköltözött Genovába. A stadiont csak hajnali 3-kor hagyhatták el a szerb szurkolók. A rendőrök a fekete embert keresték. Végül egy turistabusz csomagtartójában találták meg, oda bújt el a szerb ultrák vezére. Hiába sztrájkolt.